Szeretettel köszöntünk mindenkit a Hazai Ifjú Hősei beszélgetés sorozatunkon. A mai alkalommal Görgei Jánosról fogunk beszélgetni Béstenge Csaba történésszel. És Görgei János esete azért érdekes, mert őt szinte teljesen elfelejtették az ő halálát, hogy miért halt meg egyáltalán 1938-ban, amikor a Felvidéket hát vérontás nélkül kaptuk vissza az első bécsi döntés során. Ki volt Görgei János, milyen családból származott, és volt-e köze ahhoz a Görgei családhoz, Görgei Artúr családjához? Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Tudomásom szerint nem volt. Görgei János 1906. októberében született Zsújtán, református családban, 8 gyermekes református családban, az édesapja helyi református lelkész volt a településen. Zsújta ugye akkor még nem, de 12 évvel később ugye a trianoni békediktátumot követően közvetlen a határ déli vonalához közel van. Ott nőtt föl a szülőfalujába, a Sárospataki református főgimnáziumba kezdte a gimnáziumi tanulmányait, és aztán Sátoraljaújhelyen felhűső kereskedelmi iskolába fejezte be, és 1927-ben ott is érettségizett. Érettségi után önként vonult be a honvédséghez. Ugye tudni kell, hogy a trianoni békediktátummal együtt járt az is, hogy nagy haderőt nem tarthatott fenn Magyarország, csak egy 35 ezer fős hivatásos fegyveres erőt, tehát sor kötelezettséges sorállomány nem volt, önkéntesek voltak a hadseregbe. Ő Levente oktató is volt Füzérkomlóson. Ugye a Levente szervezet ez a gyakorlatilag katona előképzettséget és nemzeti nevelést biztosított a fiatalok számára, és nagyon lelkesen végezte a Levente oktatói feladatait. Ugye eljutunk 1938-ig, és a müncheni döntés után ugye Magyarország is szerette volna a területi követeléseit érvényesíteni Csehszlovákiával szemben. A müncheni döntésnél a nyugati politikusok ugye tárgyalásos megoldást javasoltak a vitás kérdések rendezésére. Komáromba október elején 9. és 13. között zajlottak is két oldalú tárgyalások Csehszlovák és Magyarország között, de ezek nem vezettek eredményre. Ugye Csehszlovák nem akart akkor területeket átadni, amit Magyarország követelt. Ezért fordult mind a két fél a nagyhatalmakhoz döntő bíráskodásért. Ugye itt a németek és az olaszok vettek benne részt, az angolok azok érdektelenséget nyilvánítottak a kérdésre, és azt mondták, hogy elfogadják a német-olasz döntőbíróságnak a döntését. Azt még el kell mondani, hogy a helyzet egyébként októberre nagyon kiélesedett a csehszlovák-magyar határszakaszon, és több fegyveres határkonfliktus is lezajlott, még a komáromi tárgyalások előtt is három. Aztán ugye november 2-án kihirdették az első bécsi döntést a német-olasz döntőbíróság nyomán. Ugye túlnyomó többségében magyar lakta területek kerültek vissza, de nyilván a nagyon sok térségben vegyesek a települések. Egy település lakossága maga is, illetve vegyesen vannak a falvak szétszórva. Hát ugye itt egy 1000 éves időszakról beszéltünk, amikor egy országhoz tartozott minden, és nem volt ebből probléma, de nyilván nem lehet vonalzóval meghúzogatni, és mindent tökéletesen megoldani. Ezt követően ennek ellenére a lehetőségekhez képest ez egy nagyon reális, korrekt és igazságosnak nevezhető döntés volt, az első bécsi döntés, de természetesen nem tudott kielégíteni mindenkit. Hát így maradt a határ szlovák oldalán Nagy Szalánc is, így ami egy magyar többségű település volt. Helyiek nem is törődtek bele ebbe. Mi történt ott? Kik kezdtek-e szervezkedni? Így van. Nagy Szalánc is közvetlenül az első bécsi döntés után meghúzott határ túloldalára került, tehát Csehszlovákia, szlovák oldalon maradt, Csehszlovákiánál.
Egyébként Magyarország igényelte ezt a települést is etnikai alapon, mert ekkor túlnyomó többségében még magyar lakta volt, magyar reformátusok lakta település volt, a katolikusok voltak a településen, a szlovákok. Természetesen, mivel közvetlen a település mellett húzódott az újonnan létrejött határ, nagyon nagy volt az elkeseredés a faluban. Nem ez volt egyébként az egyetlen, jó néhány magyar többségű falu szeretett volna még, ami ott maradt, átkerülni Magyarországhoz. Ugye ezt el kell mondani még a Meső-Bécsi döntéssel kapcsolatban, hogy úgy határozta meg a német-olasz döntőbíróság, hogy ők meghúzzák a határokat, és akkor mindkét fél ezt akkor appelláta nélkül elfogadja. És beleegyeztek előre a magyarok is, és a csehszlovák oldal is. Tehát ugye itt volt egy ilyen nemzetközi jogi kötelezettség, hogy mi ezt elfogadtuk. Éppen ezért a magyar hadvezetés küldött is egy vezérkari tisztet a felvidéki magyar falvakhoz lenyugtatni a kedélyeket, hogy nagy valami fegyveres felkelés kirobbanjon, mert senkinek nem lett volna az érdeke. De ez még hozzá lehet tenni, hogy nem csak magyar, hanem német települések is, német többségű települések is szerettek volna átkerülni. Például Metzenzéf egy ilyen klasszikus település. Nem csak Magyarország felé, hanem Németország felé is jelezték ilyen irányú igényüket. Tehát Hitlernek is írtak levelet három ilyen német település külön. De ezek a akkor megállapított határok ugye nem változtak, ugye ezt a nagyszaránciak is nagyon-nagyon-nagyon nehezen viselték, és elkezdtek szervezkedni, és megpróbálták a ekkor létrejöttek a még demarkációs vonal túloldalán lévő magyar határbiztosító alakulatokat is rávenni, hogy jöjjenek át és foglalják el a települést, csatolják Magyarországhoz. De ők maguk fegyveresen mit csináltak pontosan? A falusiak nem fegyverkeztek föl, hanem állandó tüntetéseket rendeztek. Ugye itt a faluba... De kitűzték a magyar zászlót is, ugye? Igen, de hát ugye ez nem fegyveres ellenállás. Csak ugye? Meghívó, igen. Sorozatosan tüntetéseket rendeztek, és december 19-én késő délelőtt hirtelen eszkalálódott a helyzet. Aznap is két csoportban férfiak a település mellett lévő Várhegy felől, illetve nők a község belseje felől indultak kisebb csoportokban a község nyugati oldalán lévő csehszlovák fegyveres erőknek ez a határbiztosító részé. Ez itt a csehszlovák oldal az államvédelmi őrségnek egy olyan 19 fős szakasza volt a településen, ami zömében pénzügyőrökből, illetve néhány főcsendőr is ott köztük át. Az államvédelmi őrség ezt 36-ba állították fel, 36-39-ig létezett. Gyakorlatilag a határsávban tevékenykedtek, ugye ilyen vám és pénzügyőr feladatokat láttak el, illetve a határbiztosítást közvetlenül ők lettek volna az első felfogó erő, és utána jött volna a csehszlovák haderőnek a nagyobb erejű támogatása mögéjük. Most itt a község nyugati határán lévő vámőr épületnél lévő pénzügyőrök felé mentek a magyar lakosok, amikor eldörrent több lövést, tehát több lövést leadtak a csehszlovák pénzügyőrök, ez valószínűleg liasztó lövések először a levegőbe, azt egy kézigránát is felrobbant. Nem, igazából én nem találtam egyértelmű forrást, arról nem lehet kideríteni, hogy a pénzügyőrök dobták el a kézigránátot, vagy esetleg helyi magyar civilek jutottak hozzá, és ők dobták el, de a későbbiekben is elég gyakran dobálták a kézigránátot a pénzügyőrök, tehát valószínűleg ők voltak. És az biztos, hogy nem csak a levegőbe adtak le lövéseket, mert a ekkor még demarkációs vonal túloldalán a 7/3-as határbiztosító század állomásozott. Ennek a 8-as számú őrsének volt a parancsnoka, Görgei János, és ő is a lövöldözésre felfigyelve magyar oldalról, a demarkációs vonal magyar oldalára figyelte az eseményeket, és hát lebújt egy körakás mögé, mert hallotta a lövedékek füttyögését. Aztán próbált beugrani egy fa mögé, és akkor kapott haslövést, tehát ez valószínűleg egy golyószóróval leadott lövéssorozat egy lövedéke érte. Ezen 11 óra környékén történt, és még aznap délután 4-kor belehalta ebbe a halálos sérülésbe.
Nem lehet tudni, lehet, hogy provokálni akarták őket, lehet, hogy féltek, hogy a tüntetésbe beavatkoznak magyar oldalról is, tehát a magyar fegyveres erők is beavatkoznak a civilek tüntetésbe. Ő volt az egyetlen áldozata ennek a összetűzésnek? Magyar oldalról egy halott volt, ő volt az egyetlen, volt még egy Nyíri nevű tiszthelyettes, aki megsebesült, karlövést kapott. Csehszlovák oldalon is meghalt egy pénzügyőr, illetve két fő megsebesült, mert azok után, hogy Görgei haslövést kapott, az őrsparancsnok helyettese látta, hogy ugye a túloldalról adják le a lövéseket, sőt egy géppuskával azt az utat is hosszába végiglőtték, és ezért, mivel látta, hogy ugye életveszélyes Görgei sérülése, miatt a hátra küldette, 12 fővel megindult az őrház felé, gyakorlatilag ugye átkarolták őket, ott pedig a pénzügyőrök ugye eldobálták a fegyveréket és elmenekültek. Ekkor csatlakozott be a 7x3-as század, aminek ugye a része volt ez a 7x8-as ős, az arcvonal mögötti tisztje Cékus Endre hadnagy, újabb erőkkel, és elfoglalták gyakorlatilag az egész települést. És utána ki kellett vonulni. Utána ki kellett vonulniuk, így van. Viszont hát a csehszlovák megtorlás az nem késlekedett, tehát így van, itt is még aznap ugye a lövöldözés az elég intenzíven folyt a falu felé is, ott egy helyi magyar civil is tüdőlövést kapott, és hiába vitték be a kassai kórházba, éjszaka meghalt, beállt a sérülésébe, és mellette lévő Szaláncz utára is lövöldöztek folyamatosan a csehszlovák erők, magyar katonaerőket sejtve, ott is egy kisfiú halálos lövést kapott, tehát két polgári áldozata is volt a esetnek. Ugye a magyar katonai erők kivonultak a településről, mint mondtam, ugye Magyarország úgy kötelezően elismerte ezeket a határokat így, hogy ne legyen ebből nemzetközi diplomáciai botrány, meg egyéb, ugye kénytelenek voltak kiüríteni a települést, de a csehszlovák rendvédelmi erők ugye újra bevonultak a faluba, és a helyi lakossággal szemben nagyon súlyos megtorlást alkalmaztak. 70 férfit gyűjtöttek be a faluba, és vittek el, és nem csak a férfiakat, hanem nőket és gyermekeket is súlyosan bántalmazták. Az oda betelepülő századnyi katonának az ellátását is a településnek kellett biztosítania, és a meghalt, mert Csehszlovákon is meghalt egy pénzügyőr, ugye a lövöldözésbe, meghalt pénzügyőr özvegyének is egy 10 000 koronás ilyen segélyt állapított meg a csehszlovák államot, és a falunak kellett összeadnia. Tehát mindent rájuk terheltek. És még hozzáteszem, a megtorlás nem itt ért véget, hanem ez ugye 45-ben folytatódott, ugye itt a Benes dekrétumokkal nem lehet teljesen elválasztani ugye ez a jogfosztó intézkedések minden magyar ellen, de ebbe a faluba is különösen súlyos megtorlás érkezett. Ez részben még ennek a 38-as esetnek a következménye volt. És Görgei János családját kárpotolta a magyar állam? Vagy, mert látom, hogy nagyon szép katonai díszpompával temették el. Posztumusz kitüntették a magyar érdemed lovak keresztjével, hadiszalagon a kardokkal. Ez egy magas tiszti kitüntetés volt, és ugye hát katonai dísztemetést kapott, de neki még nem volt gyermeke, tehát saját családja, tehát a özvegyi nyugdíjat így nem kellett folyósítani, és a szülők így nem kaptak ilyen esetben kárpotlást, tehát a család ilyen szempontból anyagi kárpotlást nem kapott. Csak erkölcsit, hogyha ezt lehet annak nevezni, meg a kitüntetést. Ő ott is nyugszik, ugye? Zsújtán temették el december 22-én, 3 nappal a halála után, igen. Máig megvan a sírja. Helyben van egyfajta kultusza? Szépen rendben van tartva a sírja. Kultusznak én nem nevezném, ugye vannak szerencsére Magyarországon is egyre több lelkes fiatal foglalkozik hadisírgondozással. Jó magam is foglalkozom ezzel elég intenzíven már évtizedek óta. És ez is egy nagyon fontos teendő, amire a fiatalok figyelmét ugye érdemes felhívni, hogy a legnagyobb áldozatot meghozó hazáért hőse vált hadkatonák sírját gondozzák, ápolják, figyeljenek oda rájuk. Törvényi szabályozás is azt már biztosítja, hogy felszámolni nem lehet hősi halottak sírját, mert korábban előfordultak sajnos ilyenek, főleg a 50-es években volt, amikor egész parcellákat ugye megszüntettek. Első világháborús katonákat is, meg későbbi sírokat is. Úgyhogy jó állapotban megvan a sírja, és reméljük, hogy
talán ez a műsor is majd a figyelmet még jobban felkelti rá, és még többen, akik arra járnak, néha visznek rá virágot, vagy kicsit megtisztogatják a sírt. Köszönjük szépen a beszélgetést, és emlékezzünk meg mi is Görgei Jánosról, aki életét adta a magyar integritásja, hogy a jelmondat is szól pro integritáté. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.